A Nyitra elleni edzőmeccs és két bajnokok ligája mérkőzés után már szerzett tapasztalatot a fehérvári csapat az európai csúcshoki színvonaláról és arról, mire lehet képes ezen a szinten. A vezetőedző szerint a sok kiállítás is mutatja, mire kell nagyon odafigyelni a továbbiakban. Mindkét meccsen rengeteg kiállítást szereztünk, ezt most már szeretnénk minimalizálni, és voltak meetingjeink az ember hátrányos játékunkról, mind 3-5-ben, mind 4-5-ben, úgyhogy azt hiszem ezek a mérkőzések most nagyon jó alkalomnak bizonyulnak arra, hogy rengeteg helyzetet és szituációt át tudjunk beszélni, és most erre is használjuk ezeket a mérkőzéseket, és megpróbáljuk a tőlünk legjobb telhetőt megtenni azért, hogy egyre szorosabb mérkőzéseket játszunk itt a Bajnokok Ligájában. A legnagyobb különbség az osztrák ligához képest természetesen a tempó, amit a volánnak is fel kell vennie. A svéd és svájci csapat ellen is erre lehet számítani az Alba Arénában. Gondolom nagyon nagy tempót fognak diktálni, nekünk ehhez fel kell nőni és fel kell vegyük velük a versenyt. Remélem, hogy tudunk majd egy hasonló mérkőzést játszani mind a két meccsen, vagy jobbat, mint amit játszottunk a Prága ellen. A pardubiciai és prágai vereség között persze volt különbség, hiszen a második meccsen végig partiban volt, és csak az utolsó harmadban maradt alul a Fehérvár, vagyis úgy tűnik, képes meccsről meccsre fejlődni a csapat. Az egésznek a kulcsa az volt, azt hiszem, hogy fejben mentálisan élesek voltunk, és sokszor beszélünk arról, hogy választhatunk bármilyen játékrendszert, hogyha a megfelelő intenzitásunk és a hozzáállásunk nem megfelelő, akkor teljesen mindegy, hogy mit játszunk. És a Prága ellen ez jó volt végig, kiki meccs volt a végéig, a két üres kapus gól miatt tűnik úgy, hogy nem volt szoros a mérkőzés, de ez a Fárjeszted elleni mérkőzésre lesz egy cseppet se könnyebb, az biztos. Most tehát következik két hazai találkozó az Alba Arénában. Csütörtökön 19:30-kor, szombaton pedig 16 órakor kezdődik a Fárjeszted, illetve Lozán elleni mérkőzés, amelyeken nagyon sokat számíthat a fehérvári szurkolók biztatása.